Online versenyt hirdetett a karcagiaknak a Dériné a Magyar Kultúra napjára. A részletekről Hangyási Tibornét, a Csokonai Könyvtár tájékoztató könyvtárosát kérdeztük. A jeles napokhoz, évfordulókhoz rendszeresen tartottak alkalmi kiállítást, Totót vetélkedőt. A jelenlegi járványügyi helyzetben áttértek az online felületeken való kapcsolattartásra az olvasókkal. Könyvtárunkban régóta hagyomány, hogy egy-egy jeles ünnepnaphoz vagy évfordulóhoz kapcsolódóan rögtönöztünk helyben egy kis könyvkiállítást, vagy pedig egy-egy kérdéssort állítottunk össze hol Totó, hol kvíz kérdés formájában. Most ugye a járványügyi helyzetben se szeretnénk ezeket az alkalmakat elszalasztani, ezért tértünk át online felületre. Így már tartottak a Trianon 100. évfordulójára Totót, majd a későbbiekben több hasonlót évfordulókhoz, ünnepekhez, felnőtteknek és gyerekeknek. Tavaly a járványhelyzet miatt kialakult állapotban először a Trianon 100. évfordulója kapcsán indítottunk egy Totót, és ez alapján tapasztaltuk, hogy nagy az érdeklődés, és az olvasó közönségnél tágabb közönséget tudtunk vele megszólítani, és ezt folytattuk a későbbiekben. Évvégén az advent ünnepkörhöz kapcsolatban volt felnőtteknek és gyerekeknek is. A továbbra is fennálló járványhelyzet és az érvényben lévő járványügyi intézkedések miatt január 22-én a Magyar Kultúra napját sem tarthatták meg a szokásos módon a Dérinében. A szakemberek azonban fontosnak tartották, hogy valamilyen formában ráirányítsák a figyelmet erre a napra, ezért egy kvízjátékot indítottak karcagi lakosoknak. Úgy indítottunk, hogy egy könnyebb, általánosabb műveltséggel is könnyen megoldható, és akkor szűkített a kört, meg vannak speciális kérdések, helyi vonatkozású kérdések. A pályázati felhívásban kikötésként szerepel, hogy csak karcagi lakosok. Ezt őszinte megvan a díjazás kapcsán, hogy így tudjunk most megoldani. A feladatsor és a játékban való részvétel feltételei a Dériné közösségi oldaláról letölthetők, elérhetők. Az eredményhirdetés is online módon történik most. A díjakat telefonos egyeztetés után adják át a nyerteseknek. Már tervezik az idei országos és karcagi évfordulókhoz kapcsolódó online totókat is, melyről aktuálisan a Dériné online felületein lehet tájékozódni.